Szevasztok, srácok! Arra gondoltam, hogy majdnap nyomatunk egy Mortal Kombat 1-es videót, ugyanis a játék most fog megjelenni szeptember 19-én, ha jól tudom, és mivel a fullos csomagot rendeltem előbb belőle, így megjelenés előtt el tudtam indítani a játékot, és ki tudtam próbálni. Játszottam vele körülbelül olyan fél órát, órát, hogy nagyjából képben legyek a játéknak a kezelésével, hogy mégsem teljesen vakon és bénán essek neki ennek a videónak. Ezt ne csináld még egyszer, jó? Köszönöm. Na, szóval, hogy mégse teljesen bénán menjek neki ennek a videónak, hanem úgy nagyjából képben legyek a kombókkal, meg ilyesmi. És hát arra gondoltam, hogy nem sztorizni fogunk meg ilyenek, hanem a klasszikus tornyokat fogjuk nyomni, méghozzá a 10 ellenfeleset. Úgyhogy vágjuk bele. És aki egy picikét is ismer, és látta a korábbi Mortal Kombat-es videóimat, nagyon jól tudja már most, hogy melyik karaktert fogom választani. Scorpion. Na, és akkor itt jön be ennek a résznek az egyik újítása, hogy a kiválasztott karakter mellé még tudunk választani egy másikat, aki asszisztálni fog minket. Be tudjuk majd hívni őket harcba, egy-egy ütés erejéig, vagy valami hasonló. Elég fura újítás egy Mortal Kombat-hez. Mindegy, picikét a... Talán a Tekkenre emlékeztet, mert abban volt hasonló. Nem tudom biztosan, de olyan tekkenes egy picikét. Na mindegy, szóval én arra gondoltam, hogy Scorpion mellé én kiválasztom Frostot. Frost. És hát mivel nem nagyon szoktam verekedős játékokkal játszani, legyen közepes a nehézségi szint. Na vágjunk bele! Kung Lajos, meg valami ördög. Oké, enyém az első ütés. Ez benyeltem, mi? Ez be. Csóra bordáim. Jó, azért kaptam. Na. Az, kösz. Mint mondtam, játszottam a játékkal egy fél óra. Ez Gusta volt. Na jöhet akkor a következő. Smoke és Jax. Erről egyébként már leszakadnának, hogy ezek az átvezető videók még minden 30 FPS-sel vannak felvéve. A játék még megy 60-nal. Az igen. Az köszi volt. Anyád. Ezt is fenyalom, mi? És nem, mert pont benne voltam a kombóban. Nagyon jó. Na gyere! Ah!
Olyat én is tudok. Hát ha jól látom, akkor ez flow lesz. Szép. Igen. Flawless victory. Akkor jöhet a következő. Ki ez a Lee Mei? Ez valami új karakter? Strikert azt tudjuk. Egyébként Frostot is be kéne hívni néha, ha már van. Anyád! Na, ez fog fájni. Éj, a bordáimat. Csak nem hagyják. Striker is kapott egy pofot. Meg én is. Ez most nem jött össze. Ja, az előre hátrét fordítva nyomtam, mi? Az előfordulhat. Igen, fordítva nyomtam. Mert először előre és aztán hátra, nem pedig hátra előre. Na mindegy. Na, azt nagyon gyorsan tedd el, jó? Meg szeretnék mozdulni amúgy. Fú, ebből de beleszaladtam. Picikét nehezebben. Men. Nem. Nesze tűz. Hú, mi ez a fejetlenség, mi? Jó, második kör, mert picikét jobban ment. Szindel meg Szonya. Szindelt nem csipáztam régen se. Round one, fight. Szindel egyébként melyik filmben volt benne? A kettőben? Na jól emlékszem, a kettőben. Hú, de permet volt az a rész.
Még az első rész egész jó volt, meg az új. Az MK2 az nem volt jó. Anyád. Azt nem akarom. Inkább gyere ide. Gyere, Frost! Frost! Az igen, hogy körbeteket a hajával. Meg még egyszer. Ne sikíts! Megint elcsesztem. Elfelejtettem a kivégzést. Megint a másik oldalon voltam, és megint hátra előrét nyomtam, nem pedig előre hátra. Dupla Scorpion? Jól van. Narancsárga lesz a ruhája? Igen. Na nézzük, gép ellen. Mit tudok kihozni? Hát az elment a fejem fölött. Azt nem. Francba. Ha ilyet én miért nem tudok? Milyen pofon kapott. Jó, oda megyek már, na. Hát én is csinálok. Kapsz egy felütést mellé. Kapsz ilyet is. Azt mondja, le, előre, hátra. Le, azaz. Kenshi és Kénó. Utána Reiko és Frost fog jönni. Jó. Mi az, köpött egyet? Te bunkó, pahó, paraszt. Round one, fight! Frost! Kösz. Két tűz közé kerültem. Jó, de meglett. Kezdésnek hívjuk be Frostot. Kár volt. Yeah!
finishing you. Ott vagy. Amúgy is vak voltál, nem mindig. Fatality. Scorpion wins. Valami ilyesmi lesz az index kép. Arra gondoltam. Na. Reiko benne volt az új filmben, ugye? Jax intézte el, ha jól emlékszem. Hú, a klasszikus erdős pálya. Régen eléggé horror mekkora hangulata volt. Ő melyik játékban jelent meg először? A 4-ben, ugye? Tehát én legalábbis a 4-ben találkoztam vele először, aztán ki tudja, hogy először benne volt-e még valamiben. Csóró, hogy popára esett. Az igen. Attól egy felütés leszek. Áú, tényleg nekem is van krosztó. Aha, ezt szerintem benyeltem. Jó, krossz. Milyen támadását láttam már, viszont Reiko itt ne... Még nem. Azért hagytál volna felkelni a földről? Ott vagy-e? Tessék, visszakézzük! Szép! Finish him. Fatalist. Na és akkor lényegében most saját magam kell leverni. De az utolsó előtti ellenfél az mindig ugyanaz, ahogy észrevettem, amit én választok ki. Ugyanazzal az assziszttal, meg minden. Nem tudom, hogy ez erre miért volt szükség, de így gondolták, hogy ez így lesz jó. Lesz egy felütés. Az baj. Franca. Azt elnyomja. Nesze. Ezt nyomd el. Baj.
finish him. Yes. Na és akkor jöhet az utolsó kihívás ezen a tornyon. Changchung, Quan Chi, Shang Tsung. Oda furán néztek ki. Megfiataladott. Taníts már meg rá. Round one. Komoly kivétel. Komoly mettem, és... Anyád. Lesz-e? Remélem elég lesz. Kétlen. Ha csak nem a nagy robbanás lesz annyi életet róla. De jó, elég lett. És a harmad életét leveszi egy ilyen támadás. Hát ti oda le fogtok esni, már most mondom. No sooner had Titan Shang Tsung been defeated than Bi-Han and his loyalists hunted us down. Outnumbered, we fled to Japan. There we sought refuge from an old family friend. As children, we played together. Togeda! Shirai was a woman of her clan. Her strength, beauty, and intellect awed me. Also incensed by Bi-Han's betrayal, Harumi agreed to help me forge a new clan, one that would stand against him and defend Earthrealm. Her aid proved invaluable, and as time went on, we grew closer. To honor Harumi and pay respects to my new bride, I named the clan after her, calling it the Shirai Ryu. Now the battle against my brother begins in earnest. The Shirai Ryu won't rest until Bi-Han is defeated and the Lin Kuei's honor restored. Oj, de menő, nézd ki ez a tüzes kard. Na, végigvittük a játékot. Ja nem, nem igaz, csak egy tornyot. Na, szóval nyertünk 10-szer, 10.000 pont nem veszítettünk egyszer sem, 6 fatality volt, 1 brutality. Cameo-nak is van fatality-e, meg brutality-e. Az mondjuk nem rossz. Akkor Frostot, amikor behívom, akkor tudott volna brutality-t csinálni, vagy fatality-t. Érdekes. Na, aztán. Van még egy másik érdekes dolog, én ebbe csak belekukkantottam, ez a invázió.
Az első ellenfelet levertem benne. Az így néz ki, ez kicsikét úgy néz ki, mint a MK11-ben a kripta. Vagy hát legalábbis azt tudnám hasonlítani, de még ahhoz se. Leginkább, ezt jó megmondtam. De az a lényeg, hogy itt Johnny Cage-nek a villájába kell bejutnunk, és a jóik tudja, hogy mit kell ott csinálni, és különböző feladatokat meg kihívásokat kapunk. Itt rögtön a legelső kihívásunk az az volt, hogy Barakkát le kellett győznünk, és megszerezni tőle a bejáratnak a kulcsát, ha jól tudom. De mivel én ezt már megcsináltam, én úgy vagyok vele, hogy megcsinálom újra, hogy ne maradjon ki belőle. Így van, tehát ő ellopta a Cage villának a kulcsát, és vissza kell szerezni tőle. Vagy ő még nem Barakka? Ez csak egy kannibál harcos? Mert látom, hogy azt a nevet kapta, de ő Barakka lesz később, nem? Ő később Barakka lesz. Azt tudom, hogy ilyen vajú lényből van egy csomó. Tehát Barakka, aki így néz ki, tehát ő nem egyedi, úgymond. Ó, Sub-Zero-t megkaptuk Cameo-nak. Tehát ez egy egész faj. Na, szóval a lényeg megszereztük a kulcsot, azzal, hogy legyőztük ezt a... Hát én Barakkának fogom hívni, mert az is kész. És... Kinyitjuk szépen az ajtót. Kaptunk érte egy trófeát. És hogyha most bejövök... This place is supersized, and I'd hate for you to get lost. It's just like a stoplight. Aha. Green means go. Aha. Tehát a kék irány az nyitva van, a piros meg zárva. Szóval a zöld meg valami új ellenállókba visz minket. Aha. Jó. Akkor menjünk erre. Kizárásos alapon. Of course, Casa del Cage sports the ultimate home theater. Stick around and feast your eyes on... Na. Ha jól látom, ez Reiko lesz. Fight. Nem, Darius. De ez Reiko és Darius. Itt valamiért nem a karaktereknek a nevét írja ki. Az szép volt. Még nem törött ki a nyakam egyből. Csá. Finish him. Miért ne végezném ki? Meg kéne nézni egyébként, hogy vannak-e még kivégzések ezen kívül. Vagy fel kell őket oldanom. Szerintem fel kell oldani őket. Na jó, akkor a következő. Tovább tudunk haladni. I've got cameras pretty much everywhere. Gotta know what I look like at all angles, at all times. And I'm here to tell you, damn. Lehet így szórakozni a kamerával. Jó, hát ez Reptile lesz, meg Kano. Reptile vajon milyen nevet fog kapni? Fight! Azt nem kérem. Ha
Most kövezzetek meg, de ezek a fejét leütöm a helyéről, brutalitik. Az MK11-ben egy picit brutálisabban néztek ki, nem? Hogy ott konkrétan a gerinccel együtt csaptuk le a fejét. Na, úgy néz ki, hogy mehetünk tovább egyenesen. És... ez Kitana. Lesz egy Kitana harcunk mindjárt. Fight! Hát az... gyere ide! Ne! Kénónak ez a ilyen forgó, suspenses támadása. Sose szerettem. Ja, egyébként nem is néztem, hogy mennyi élete van még. Sima felütést akartam, nem brutalityt. You thought things were crazy before? Well, buckle up, Buttercup. Just through those doors is what I like. Na, menjünk be ide. Hello. Meet the collector, my personal shopper and lifetime pickleball teammate. Mit lehetne elvásárolni? Oh, tűzreziszt, jégreziszt. Energy resist, ezt nem tudom megvenni. Aha. Tehát semmi olyan, ami nekem úgy kéne. Jól van. Különösebben nem érdekel engem most a bolt. De legalább jó tudni, hogy van benne ilyen. Na. Ez is valami új karakter az MK1-ben. Illetve hát, hogy eddig az MK-ban szerintem ő nem volt benne. És ha tippel nem kéne, akkor ő valami másik játékból jött, tehát kicsikét hasonlít a kinézete, nem tudom, hogy hívják, de a Killer Instinctből, a kardos csávó. Na, szóval. Jaj, de jó. Chaos Maker. Miért nem csinálod? Az nem tudom, hogy mibe nem tetszik. Cső? Trófeja. Kaptunk egy új brutalityt. Azt gondolom be kell rakni. Legalábbis a 11-ben úgy volt. Na most jobbra vagy balra tudunk menni. Mind a két irányba. Ehhez kell egy kulcs. Oda akkor nem tudunk bemenni. Ezt tudjátok, ez... erre simán azt tudnám mondani, Mortal Kombat Go. Ugye a Hitmannek is volt ilyenje, meg a Tomb Raidernek is. Szerintem poénból csináltak a Mortalnak is egy hasonlót. Azt hiszem Go volt. Kb. Mint egy táblajáték, úgy nézett ki az a két játék. Anyád. Jack. Fejezd be azt a hülye földrengős hülyeségedet. Úgy, menjél ki a pályáról.
ilyen izé, nyikha istenkemi. Ezt a felütést én akartam volna. Ajándék, mondom ajándék. Oh. Hogy a kameós okádja letűzzel. Finish him. De korábban említettem, hogy én is akarok valami tüzet okádni a levegőbe. Fatalik. Szerintem a level 12-ig elmegyünk ma. És akkor annyi. Hogy végtelenségig el tudnék bohóckodni ezzel a játékkal. Aha, és itt is van ilyen módosítás, a hülye Flying Dragon, vagy Démon. Ah, de jó lesz. Megint ott fog repkedni, meg tüzet okálni lefele. Fight! Tüzem az van, nekem is nézd. Mondom, nézd. Ott a tüzem. Há, és őt is eltalálja. Anyád. Na, ott is van a level 12, nézzük, mit kapunk érte. Semmit. A legjobb. Jó. Jó, megnyomom az Y-t. Le tudom cserélni a harcost. Meg a cameót is le tudom cserélni. Mi lenne, ha behívnám a cameóba őt? Sub-Zero. Meg vannak talizmán... Ja, de nincsen talizmánom. Relik? Relikem sincs. Aha, és akkor majd jönnek ilyen statpontok is hozzá, és akkor tudom még fejleszteni magamat. Nagyobbat sebezzek, bla bla bla, jobb védelmem legyen, több élet, stb. Aha. Inventory. Itt van a kulcs. Jó. Na még egy harcot így ezzel a assisttal, vagy mi az Isten, cameóval letolunk. Super Armor Tutorial. Ez valami speckó. Ú, de közel vagy. Aha. Ez megvan. Jó. Ez is megvan. Meg is van. Ennyi? Volt egy tutoriálunk, jaj de jó. Nem nagyon szoktam védekezni ebben a játékban, az a helyzet. De legalább jó tudni, hogy van benne ilyen. Azt hiszem, hogy valami kemény ellenfél lesz. Szóval az a lényeg, hogy le akartam nyomni ezzel a cameóval egy harcot. Fight. Gyere be! Ha!
persze. Jó, hát ez nem jött össze. Megint összezavarodtam, hogy melyik az előre, meg a hátra. Na. Kaptunk egy talizment. Flaming Skull. Azt mindjárt meg is nézem, hogy mit csinál. Pont az előbb néztem a talizmánokat. Na, nézzük csak. Talizmán. Jöhet. Na, viszont én arra gondoltam, hogy mára legyen ennyi. Úgyhogy, ja, és innen elérhető a bolt. Nagyon jó. Szóval arra gondoltam, hogy mára ennyi. Még valószínűleg, hogy megjelenés előtt ki fog kerülni ez a videó. Úgyhogy direkt nem is akartam sztorizni. Meg hát igazából az előző MK-s videók is mind a toronyból voltak, meg ilyenek. És egyébként nagyon gondolkodom rajta, hogy így a sztorikat végig tolni. Ugye a 9-10-11 sztoriát, és majd valamikor az MK1-jét is. Mert hát maradjunk annyiban, hogy amikor megvettem a PS2-t, akkor a Shaolin Monksot végig toltam és rohadtul élveztem. Mondjuk az kimondott sztori játék volt. Na mindegy, ezt ne csináld még egyszer, már mondtam egyszer. Szóval ennyi lett volna mára, szóval kösz a figyelmet. És hát majd valamikor jelentkezem egy újabb videóval. Valószínűleg holnap, holnap után, valamikor mostanában ritkábban vannak. Kevés a szabadidő. Na, szevasztok!